Sziasztok, ez egy újabb unboxing videó lesz. Ezúttal egy Bitfenix Alchemy 2.0 Premium Modding Series Magnetic RGB LED-et fogunk kicsomagolni. Hát erről annyit kell tudni, hogy 30 centi hosszú. Aura Sync az azt jelenti végül is, ha van olyan Asus alaplapod, vagy valami aurás cuccod, ami ezt tudja működtetni, például villogtatja, a színeket változtat, mit tudom én, stroboszkópot lehet vele, vagy bármilyen szívveréset tudja imitálni fénye, vagy az RGB összes színét tudja egymás után időre váltani, mindent meg be lehet vele állítani, akár egy szint is, hogy világítson. Ez egy egész jó kis kütyűnek tűnik. Nézzük, mi van ráírva. Hát, is mágneses. Erős mágnesek vannak benne. Moduláris kábel rendezés van benne, ami azt jelenti, hogy van benne valami adapter. Hát, elvileg nagyon hosszúra is ki lehet húzni. Tehát gondolom nem csak számítógépekhez lehet használni. Triplet Technology, az nem tudom mi. Mindegy, az minket nem is fog érdekelni. És a szokásos... Na, nem is a fókuszt találom. Hát is erre akartam tippen, hogy Made in China. Hát ez a gyerekek most már mindent Kínába csinálnak. Ezt már lassan el is fogadjuk. Na, szóval ez lett volna doboza, de csomagoljuk is ki, és akkor nézzük meg, hogy mi is van benne. Na szóval, dobozból kivéve, csomagfél átalakító, meg toldó, vagy nem is tudom milyen kábeleket kapunk. Először is van egy ilyen kis bigyula. Hát szerintem ez egy ilyen toldó. Akkor adtak egy ilyet. Erre valami MB felirat van írva, ez fogalmam nincs mi. Lehet, hogy az alaplapra kell dugni, amelyik tudja ezt a alapból az aura szinket, szerintem az van. Amikor találtam egy ilyen másik kábelt, ez meg kontroll felirat van rajta, akkor lehet, hogy olyan alaplapra is, amelyik nem tudja vezérelni ezt a RGB színű ledet, arra is rá lehet rakni. Gondolom ez meg arra van. És itt van maga a LED szallag. Kipróbáltam, az előbb ráraktam egy házra, és tényleg rajta marad. Csak akkor azt nem értem, hogy minek rá még levonul is ez a 3M-es. Lehet úgy is, hogy rá is ragasztott, hogy biztosan ott maradjon. De nem fontos, ott marad. Mágnessel is nem tudom. Tehát a végébe kell ide dugni ezeket a csatlakozókat. Csak hát, hogy most melyiket. Mert ilyen a vége mindegyiknek. Csak az alaplapon nem tudom, van egy olyan gyanúm, hogy az alaplapon van ez. Vagy ez. Vagy nem tudom. Valamelyik. Ja, ez van szerintem az alaplapon. És akkor ebbe kellene ezek a kis tűk. A többit meg így rádugni a izére. Magára a LED szarlagra. Na de majd kiderül. Az a lényeg, hogy megvan, majd nem sokára bekötöm és meg is nézik. Na jó, van, ennyi lett volna a videó. Ha tetszenek a videóm, akkor iratkozzatok a csatornára, és nyomj egy lájkot. Sziasztok!